Most még nagyot kellene lépnie annak, aki beszeretne menni a Szalézi rend óbudai kápolnájába, ám hamarosan itt egy új épületrész gazdagítja a rendházat, mögötte pedig jelentősen bővül az egyházi kollégium férőhelyeinek száma is. A tartományfőnökség új épületének alapkőletételekor a pénzügyminiszter azt mondta, hogy a kormány támogatandó partnerként tekint a Szalézi rendre, amely nagyon sok gyermek és fiatal életét segíti és szövetséges lát az egyházakban, mert nagyon sok feladatot átvállalnak a betegápolási, szociális és köznevelési területekről is. Örömmel látjuk, hogy ez a munka egyre inkább kiteljesedik. 2010 óta megduplázódott az egyházi óvodákban, általános és középiskolákban tanulók száma. Ma már 220 ezer diák, az összes diák kb. 14%-a jár ilyen intézménybe. Az elmúlt 10 évben a magyar kormány támogatásával közel 3000 templom újult meg, illetve 120 új épült, nem csak Magyarországon, hanem a Kárpát-medence magyar lakta területein is. Emellett több ezer hittanos, családos és cserkésztábort, lelki gyakorlatot, zarándoklatot támogattunk, ezzel is erősítve a helyi közösségeket, hiszen a templomok, egyházi iskolák, egyházi épületek felújítása nem csak az egyházaknak jó, hanem hozzájárul egy-egy település az ott élők életminőségének a javulásához is. A harmadik kerület országgyűlési képviselőjének szavait a rend korábbi főnöke egy hasonlattal is megerősítette. Látszólag az egyházak pénzt kapnak, akkor sokakban felmerül a kérdés, hogy hát de miért? Hát hadd mondjam, hogy ezt a pénzt nem mi kaptuk. Mi csak szeretnénk jól felhasználni, jó gazdái lenni, hogy itt a fiatalok, a családok, a közösségek otthonra leljenek. Ezt a pénzt azok a közösségek kapták, azok a családok, azok a fiatalok, akik ide fognak járni, akik ezt használni fogják, akik ebben jobb életminőséget fognak tudni elérni, akár a korrepetálás által, akár egy baba-mama klubban való közös élmény megosztás által, akár valami, bármilyen más közösségi és családi és segítő programok által. Én azt gondolom, hogy ez a fajta egyház támogatás, ami igazából tehát a közösség támogatása, hadd mondjam, ilyen összehasonlításban talán bátran azt, hogy jobb, mint a brit kormány döntés, hogy egy államtitkárságot alapítanak, még Theresa May, hogy a magányosság problémáinak a leküzdésére, ami úgy időskori, mint fiatalkori probléma egyaránt, nem csak briteknél, nálunk is, de azt gondolom, az államtitkárságnál hasznosabb lesz egy szalézi rendház. A szalézi rendet több mint másfél évszázada megalapító Don Bosco azt akarta, hogy az a vidámság rendje legyen, és az általa szervezett gyermekmentő intézményekben a jókedv és egymás segítése legyen a meghatározó. A rendnek ma is ez a célja. Köszönjük a kormánynak a nagylelkű támogatását, hogy ezzel a szalézi rendet Magyarországon támogatja, hogy mi közösséget tudjunk létrehozni, ahol a fiatalok vidámak tudnak lenni, jót tudnak tenni, légy vidám és tedd a jót, mondta Don Bosco. Bátorság, gyerünk, meg tudod csinálni. Don Boscónak ez az elhíresült biztatása ugyan főleg a gyerekeknek szólt, ám jelen esetben azokat az építőket is buzdítja, akik a kormány 2,2 milliárdos támogatásából felépítik a rendházat és a közösségi épületet.